Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan aktiváld a passzív szókincsedet. Most biztos veled is előfordult már, hogy egy adott angol szót 5-ször, 10-szer, 20-szor megnéztél már a szótárban, tehát elvileg tudnod kellett volna, de amikor azonnal kellett volna egy kommunikációs szituációban, beszéd közben, akkor mégsem sikerült előhoznod ezt az adott szót. Ez azért van, mert teljesen mást jelent ismerni egy adott szót, és teljesen mást jelent felidézni egy adott, ugyanazt a szót egy kommunikációs szituációban. Nos, ha megnézzük, mi a passzív és mi az aktív szókincs definíciója, akkor a következő információkat találhatjuk. A passzív halmazba tartoznak azok a szavak, amelyeket bármikor felismersz, mondjuk, ha egy cikkben, egy újságcikkben találkozol velük, de egy kommunikációs szituációban nem tudod felidézni ezeket a szavakat. Az aktív csoportba tartoznak, az aktív halmazba tartoznak azok a szavak, amelyeket, hogyha álmodból felkeltenek az éjszaka közepén, akkor is fel fogod tudni őket idézni, és akkor is használni tudod majd őket. Nos, ez a két halmaz, tehát az aktív és a passzív szókincs halmaza folyamatosan változik. Tehát a szavak tulajdonképpen ide-oda vándorolnak a két halmaz között. Lehet, hogy egy angol szót nagyon régóta, vagy egy kifejezést nagyon régóta nem használsz, és ezért átcsúszik a passzívba, de az is lehet, hogy olyan gyakran találkozol velük, mondjuk egy internetes oldalon, vagy egy újságcikkekben, hogy átkerül az aktív halmazba. Tehát nincsen egy szöges dróttal elválasztott betonkerítés a két nagy csoport között. És azt is nagyon fontos tudnod, hogy minden nyelvtanulónál a passzív szókincs halmaz sokkal nagyobb, mint az aktív szókincs halmaz. Ez ugyanígy van a kezdőknél, és ugyanígy van azoknál is, akik éppen felsőfokú angol nyelvvizsgára készülnek. Azt is tudnod kell, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal kevesebb energiába telik egy passzív szó aktivizálása, mint egy teljesen új szó megtanulása. Tehát sokkal kevesebb energiával tudod aktivizálni ezt az adott szót. Tehát lényegében nyelvtanulóként az lenne a feladatod, az lenne a célod, hogy minél több szót tarts az aktív halmazba. Tehát egyszerűen ne engedd meg, hogy átcsúszanak a passzív halmazba. Nézzük, hogyan tudod ezt a legegyszerűbben és tulajdonképpen ingyen megtenni. Az első és legfontosabb tanács az Anki nevű ingyenes tanulóprogram használata. Ez a program, mint már említettem, teljesen ingyenes. Lent a videó leírásában megtalálod az Anki linkjét. Egy korábbi videómban már részletesen bemutattam ezt a programot, tehát most nem mennék bele újra a részletekbe, de tudnod kell, hogy kifejezetten arra hozták létre, hogy azokat a szavakat, amelyek számodra nehézséget vagy gondot okoznak, folyamatosan újra és újra át tud ismételni. Tehát az első számú tanács az Anki nevű ingyenes program használata. A második számú javaslat pedig olvas minél többet angol nyelven. A legideálisabb az lenne, ha minden nap beszélgetnél angolul, de én pontosan tudom, hogy ez a legtöbb nyelvtanuló számára különböző okokból nem lehetséges. Viszont az angol nyelvi olvasás egy olyan dolog, amit a saját időbeosztásodnak megfelelően bárhol és bármikor el tudsz végezni. Tehát este, lefekvés előtt, vagy éppen munkába menet a buszon, igenis, mindenkinek van arra ideje, hogy angol nyelven olvasson. Nem kell nagyon extra dolgokra gondolni, elég, hogyha a Wikipédiát használod, és az érdeklődési körödbe tartozó cikkeket elolvasod rajta. Ez azért fontos, mert folyamatosan trénírozni fogod az agyadat arra, hogy a szövegeket, illetve a szavakat és a kifejezéseket folyamatosan egy kontextusban, tehát egy szöveg környezetben lásd. Az Anki nagyon jó arra, hogy egyes szavakat feldobjon, de még jelenleg nem alkalmas arra, hogy egész szövegeket
tegyen a nyelvtanulók elé, úgyhogy ezért ideális, hogyha minél többet és minél rendszeresebben olvasol angol nyelven. Én köszönöm ezt a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, viszlát legközelebb!